Folytassuk az emberi szem működésének, felépítésének a megismerésével. Nézzük a szem felépítését. A szemlencse. A szemlencse izmokkal változtatható fókusztávolságú, kétszeresen domború lencse, mely a pupillán, ami fényregesznek tekinthető gyakorlatilag, keresztül belépő fényből, tehát az innen belépő fényből állítja elő a fordított állású valódi képet a retinán, a retina felületén. A szemlencse és a retina között az üvegtest található, amely kitölti ezt a területet. Még a szemlencséről annyit, hogy nagyon nagy változásra képes, és automatikusan fókuszál, és mindig igyekszik éles képet alkotni. A retina felületein található a vakfolt, hogyha idevetődne a szemlencséről a fordított állású kép, akkor nem lát semmit az illető. Ezt gyógyítani kell, ha valakinek ilyen betegsége van. Egyébként ugye itt kapjuk helyesen a valódi képet. A látóideg továbbítja a valódi fordított állású képet az agyba, amely majd megfordítja ezt a képet. Tehát a valóságban fordított állású kép keletkezik a szemben, és azt majd az agy fogja megfordítani. Erre léteznek, vagy léteztek ismert, jó ismert kísérletek, amelyel vállalkozó szellemű személyek látását megfordították, és aztán utána két hét múlva kicserélve rajtuk a szemüveget, újra visszaállította az agya az egyenes állású képet, miután levették róluk. Gondolom vannak néhányan, akik ismerik ezt a történetet. A látás jellemzői. A képérzet kialakulásában a szemen kívül, ingerület közvetítő idegpályákon kívül szerepet kap a többi érzékszerv és a vizuális emlékezet is. Ez a vizuális emlékezetet azt jelenti, hogy az emberi látás az egy tanult folyamat, ami azt jelenti, hogy el kell tárolnunk bizonyos információkat, meg kell ismernünk a környezetet, és majd utána fogunk tudni mindenről megfelelő képet alkotni. A két szem kissé eltérő képet alkot a tájról, mert ugye a szemüreg egymástól bizonyos távolságban található, és ezért nem ugyanaz alatt a szög alatt látja a két szem az adott tárgyat. És ebből a két képből az agykéreg látóközpontja állítja elő a térhatású és egyenes állású képet, amint azt már az előbb elmondtam. Az, hogy a kép térhatású, és nem csak síkbeli kép keletkezik, hanem térérzetünk is van, annak kialakulásában szerepe van a szemgolyók kismértékű rezgő mozgásának, amely ugye azért válik lehetővé, mert a szemgolyók felfüggesztése az izmok révén nagyon rugalmas. A retinán fényérzékelő receptorok vannak. A pálcikák számuk körülbelül 120 millió, és a színérzékelésért felelős csapocskák számuk körülbelül 6 millió. Tehát kétfajta érzékelő receptor létezik. Az ingerület továbbítása az agyba impulzus kód modulációval történik, de csak körülbelül 1 millió idegszál ingerülete érkezik be a látókéregbe. A retina, tehát előfeldolgozást is végez, már ott megkezdődik a képnek a kialakítása.
Hogyan látunk színeket? A receptorok érzékenysége nem csak a fényerősségtől, hanem a hullámhoztól is függ, hogy milyen hullámhossza van az adott fénynek. Ezt nevezzük színérzetnek. A színeket érzékelő receptorok, a csapocskák három csoportba sorolhatók érzékenységük szerint. A P-típusú, amely a vörös fényre érzékeny, 580 nanométer hullámhosszúságú, T-típusú zöldre, 540 nanométer hullámhosszúságú, és a T-típusú kék fényre érzékeny, 440 nanométer hosszúságú fényre. És a receptorok, még egy újabb érdekesség, a receptorok érzékelése és a sugárzás erőssége közt is ugye összefüggés van, de ez az összefüggés nem lineális, hanem logaritmikus, így látásunk igen nagy dinamikájú, tehát ez azt jelenti, hogy nagyon sötétből, nagyon erős világos fénybe is képesek vagyunk érzékelni, tehát a csillagfényes éjszakától a tűző napfényig látunk, és ez egy nagyon széles tartomány. Folytassuk az emberi szem működésének, felépítésének a megismerésével. Nézzük a szem felépítését. A szemlencse. A szemlencse izmokkal változtatható fókusztávolságú, kétszeresen domború lencse, mely a pupillán, ami fényregesznek tekinthető gyakorlatilag, keresztül belépő fényből, tehát az innen belépő fényből állítja elő a fordított állású valódi képet a retinán, a retina felületén. A szemlencse és a retina között az üvegtest található, amely kitölti ezt a területet. Még a szemlencséről annyit, hogy nagyon nagy változásra képes, és automatikusan fókuszál, és mindig igyekszik éles képet alkotni. A retina felületén található a vakfolt, hogyha ide vetődne a szemlencséről a fordított állású kép, akkor nem lát semmit az illető. Ezt gyógyítani kell, ha valakinek ilyen betegsége van. Egyébként ugye itt kapjuk helyesen a valódi képet. A látóideg továbbítja a valódi fordított állású képet az agyba, amely majd megfordítja ezt a képet. Tehát a valóságban fordított állású kép keletkezik a szemben, és azt majd az agy fogja megfordítani. Erre léteznek, vagy léteztek ismert, jó ismert kísérletek, amelyel vállalkozó szellemű személyek látását megfordították, és aztán utána két hét múlva kicserélve rajtuk a szemüveget, újra visszaállította az agya az egyenes állású képet, miután levették róluk. Gondolom vannak néhányan, akik ismerik ezt a történetet. A látás jellemzői. A képérzet kialakulásában a szemen kívül, ingerület közvetítő idegpályákon kívül szerepet kap a többi érzékszerv és a vizuális emlékezet is. Ez a vizuális emlékezetet azt jelenti, hogy az emberi látás az egy tanult folyamat, ami azt jelenti, hogy el kell tárolnunk bizonyos információkat, meg kell ismernünk a környezetet, és majd utána fogunk tudni mindenről megfelelő képet alkotni. A két szem kissé eltérő képet alkot a tájról, mert ugye a szemöreg egymástól bizonyos távolságba található, és ezért nem ugyanaz alatt a szög alatt látja a két szem az adott tárgyat. És ebből a két képből az agykéreg látóközpontja állítja elő a térhatású és egyenes állású képet, amit
amint azt már az előbb elmondtam. Az, hogy a kép térhatású, és nem csak síkbeli kép keletkezik, hanem térérzetünk is van, az annak kialakulásában szerepe van a szemgolyók kismértékű rezgő mozgásának, amely ugye azért válik lehetővé, mert a szemgolyók felfüggesztése az izmok révén nagyon rugalmas. A retinán fényérzékelő receptorok vannak, a pálcikák számuk körülbelül 120 millió, és a színérzékelésért felelős csapocskák számuk körülbelül 6 millió. Tehát kétfajta érzékelő receptor létezik. Az ingerület továbbítása az agyba impulzus kód modulációval történik, de csak körülbelül 1 millió idegszál ingerülete érkezik be a látókéregbe. A retina, tehát előfeldolgozást is végez, már ott megkezdődik a képnek a kialakítása. Hogyan látunk színeket? A receptorok érzékenysége nem csak a fényerősségtől, hanem a hullámhoztól is függ, hogy milyen hullámhossza van az adott fénynek. Ezt nevezzük színérzetnek. A színeket érzékelő receptorok, a csapocskák három csoportba sorolhatók érzékenységük szerint. A P-típusú, amely a vörös fényre érzékeny, 580 nanométer hullámhosszúságú, T-típusú zöldre, 540 nanométer hullámhosszúságú, és a T-típusú kék fényre érzékeny, 440 nanométer hosszúságú fényre. És a receptorok, még egy újabb érdekesség, a receptorok érzékelése és a sugárzás erőssége közt is ugye összefüggés van, de ez az összefüggés nem lineális, hanem logaritmikus, így látásunk igen nagy dinamikájú, tehát ez azt jelenti, hogy nagyon sötétből, nagyon erős világos fénybe is képesek vagyunk érzékelni, tehát a csillagfényes éjszakától a tűző napfényig látunk, és ez egy nagyon széles tartomány. Folytassuk az emberi szem működésének, felépítésének a megismerésével. Nézzük a szem felépítését. A szemlencse. A szemlencse izmokkal változtatható fókusztávolságú, a kétszeresen domború lencse, mely a pupillán, ami fényregesznek tekinthető gyakorlatilag, keresztül belépő fényből, tehát az innen belépő fényből állítja elő a fordított állású valódi képet a retinán, a retina felületén. A szemlencse és a retina között az üvegtest található, amely kitölti ezt a területet. Még a szemlencséről annyit, hogy nagyon nagy változásra képes, és automatikusan fókuszál, és mindig igyekszik éles képet alkotni. A retina felületén található a vakfolt, hogyha ide vetődne a szemlencséről a fordított állású kép, akkor nem lát semmit az illető. Ezt gyógyítani kell, ha valakinek ilyen betegsége van. Egyébként ugye itt kapjuk helyesen a valódi képet. A látóideg továbbítja a valódi fordított állású képet az agyba, amely majd megfordítja ezt a képet. Tehát a valóságban fordított állású kép keletkezik a szemben, és azt majd az agy fogja megfordítani. Erre léteznek, vagy léteztek ismert, jó ismert kísérletek, amelyel
vállalkozó szellemű személyek látását megfordították, és aztán utána két hét múlva kicserélve rajtuk a szemüveget, újra visszaállította az agya az egyenes állású képet, miután levették róluk. Gondolom vannak néhányan, akik ismerik ezt a történetet. A látás jellemzői. A képérzet kialakulásában a szemen kívül, ingerület közvetítő idegpályákon kívül szerepet kap a többi érzékszerv és a vizuális emlékezet is. Ez a vizuális emlékezetet azt jelenti, hogy az emberi látás az egy tanult folyamat, ami azt jelenti, hogy el kell tárolnunk bizonyos információkat, meg kell ismernünk a környezetet, és majd utána fogunk tudni mindenről megfelelő képet alkotni. A két szem kissé eltérő képet alkot a tájról, mert ugye a szemöreg egymástól bizonyos távolságban található, és ezért nem ugyanaz alatt a szög alatt látja a két szem az adott tárgyat. És ebből a két képből az agykéreg látóközpontja állítja elő a térhatású és egyenes állású képet, amint azt már az előbb elmondtam. Az, hogy a kép térhatású, és nem csak síkbeli kép keletkezik, hanem térérzetünk is van, annak kialakulásában szerepe van a szemgolyók kismértékű rezgő mozgásának, amely ugye azért válik lehetővé, mert a szemgolyók felfüggesztése az izmok révén nagyon rugalmas. A retinán fényérzékelő receptorok vannak. A pálcikák számuk körülbelül 120 millió, és a színérzékelésért felelős csapocskák számuk körülbelül 6 millió. Tehát kétfajta érzékelő receptor létezik. Az ingerület továbbítása az agyba impulzus kód modulációval történik, de csak körülbelül 1 millió idegszál ingerülete érkezik be a látókéregbe. A retina, tehát előfeldolgozást is végez, már ott megkezdődik a képnek a kialakítása. Hogyan látunk színeket? A receptorok érzékenysége nem csak a fényerősségtől, hanem a hullámhoztól is függ, hogy milyen hullámhossza van az adott fénynek. Ezt nevezzük színérzetnek. A színeket érzékelő receptorok, a csapocskák három csoportba sorolhatók érzékenységük szerint. A P-típusú, amely a vörös fényre érzékeny, 580 nanométer hullámhosszúságú, T-típusú zöldre, 540 nanométer hullámhosszúságú, és a T-típusú kék fényre érzékeny, 440 nanométer hosszúságú fényre. És a receptorok, még egy újabb érdekesség, a receptorok érzékelése és a sugárzás erőssége közt is ugye összefüggés van, de ez az összefüggés nem lineális, hanem logaritmikus, így látásunk igen nagy dinamikájú, tehát ez azt jelenti, hogy nagyon sötétből, nagyon erős világos fénybe is képesek vagyunk érzékelni, tehát a csillagfényes éjszakától a tűző napfényig látunk, és ez egy nagyon széles tartomány. Folytassuk az emberi szem működésének, felépítésének a megismerésével. Nézzük a szem felépítését. A szemlencse. A szemlencse izmokkal változtatható fókusztávolságú, a kétszeresen domború lencse.
mely a pupillán, ami fényrekesznek tekinthető gyakorlatilag, keresztül belépő fényből, tehát az innen belépő fényből állítja elő a fordított állású valódi képet a retinán, a retina felületén. A szemlencse és a retina között az üvegtest található, amely kitölti ezt a területet. Még a szemlencséről annyit, hogy nagyon nagy változásra képes, és automatikusan fókuszál, és mindig igyekszik éles képet alkotni. A retina felületén található a vakfolt, hogyha ide vetődne a szemlencséről a fordított állású kép, akkor nem lát semmit az illető. Ezt gyógyítani kell, ha valakinek ilyen betegsége van. Egyébként ugye itt kapjuk helyesen a valódi képet. A látóideg továbbítja a valódi fordított állású képet az agyba, amely majd megfordítja ezt a képet. Tehát a valóságban fordított állású kép keletkezik a szemben, és azt majd az agy fogja megfordítani. Erre léteznek, vagy léteztek ismert, jó ismert kísérletek, amelyel vállalkozó szellemű személyek látását megfordították, és aztán utána két hét múlva kicserélve rajtuk a szemüveget, újra visszaállította az agya az egyenes állású képet, miután levették róluk. Gondolom vannak néhányan, akik ismerik ezt a történetet. A látás jellemzői. A képérzet kialakulásában a szemen kívül, ingerület közvetítő idegpályákon kívül szerepet kap a többi érzékszerv és a vizuális emlékezet is. Ez a vizuális emlékezetet azt jelenti, hogy az emberi látás az egy tanult folyamat, ami azt jelenti, hogy el kell tárolnunk bizonyos információkat, meg kell ismernünk a környezetet, és majd utána fogunk tudni mindenről megfelelő képet alkotni. A két szem kissé eltérő képet alkot a tájról, mert ugye a szemöreg egymástól bizonyos távolságba található, és ezért nem ugyanaz alatt a szög alatt látja a két szem az adott tárgyat. És ebből a két képből az agykéreg látóközpontja állítja elő a térhatású és egyenes állású képet, amint azt már az előbb elmondtam. Az, hogy a kép térhatású, és nem csak síkbeli kép keletkezik, hanem térérzetünk is van, annak kialakulásában szerepe van a szemgolyók kismértékű rezgő mozgásának, amely ugye azért válik lehetővé, mert a szemgolyók felfüggesztése az izmok révén nagyon rugalmas. A retinán fényérzékelő receptorok vannak. A pálcikák számuk körülbelül 120 millió, és a színérzékelésért felelős csapocskák számuk körülbelül 6 millió. Tehát kétfajta érzékelő receptor létezik. Az ingerület továbbítása az agyba impulzus kód modulációval történik, de csak körülbelül 1 millió idegszál ingerülete érkezik be a látókéregbe. A retina, tehát előfeldolgozást is végez, már ott megkezdődik a képnek a kialakítása. Hogyan látunk színeket? A receptorok érzékenysége nem csak a fényerősségtől, hanem a hullámhoztól is függ, hogy milyen hullámhossza van az adott fénynek. Ezt nevezzük színérzetnek. A színeket érzékelő receptorok, a csapocskák három csoportba sorolhatók.
érzékenységük szerint. A P-típusú, amely a vörös fényre érzékeny, 580 nanométer hullámhosszúságú. T-típusú zöldre, 540 nanométer hullámhosszúságú. És a T-típusú kék fényre érzékeny, 440 nanométer hosszúságú fényre. És a receptorok, még egy újabb érdekesség, a receptorok érzékelése és a sugárzás erőssége közt is ugye összefüggés van, de ez az összefüggés nem lineális, hanem logaritmikus, így látásunk igen nagy dinamikájú, tehát ez azt jelenti, hogy nagyon sötétből, nagyon erős világos fénybe is képesek vagyunk érzékelni, tehát a csillagfényes éjszakától a tűző napfényig látunk, és ez egy nagyon széles tartomány. Folytassuk az emberi szem működésének, felépítésének a megismerésével. Nézzük a szem felépítését. A szemlencse. A szemlencse izmokkal változtatható fókusztávolságú, kétszeresen domború lencse, mely a pupillán, ami fényregesznek tekinthető gyakorlatilag, keresztül belépő fényből, tehát az innen belépő fényből állítja elő a fordított állású valódi képet a retinán, a retina felületén. A szemlencse és a retina között az üvegtest található, amely kitölti ezt a területet. Még a szemlencséről annyit, hogy nagyon nagy változásra képes, és automatikusan fókuszál, és mindig igyekszik éles képet alkotni. A retina felületén található a vakfolt, hogyha ide vetődne a szemlencséről a fordított állású kép, akkor nem lát semmit az illető. Ezt gyógyítani kell, ha valakinek ilyen betegsége van. Egyébként ugye itt kapjuk helyesen a valódi képet. A látóideg továbbítja a valódi fordított állású képet az agyba, amely majd megfordítja ezt a képet. Tehát a valóságban fordított állású kép keletkezik a szemben, és azt majd az agy fogja megfordítani. Erre léteznek, vagy léteztek ismert, jó ismert kísérletek, amelyel vállalkozó szellemű személyek látását megfordították, és aztán utána két hét múlva kicserélve rajtuk a szemüveget, újra visszaállította az agya az egyenes állású képet, miután levették róluk. Gondolom vannak néhányan, akik ismerik ezt a történetet. A látás jellemzői. A képérzet kialakulásában a szemen kívül, ingerület közvetítő idegpályákon kívül szerepet kap a többi érzékszerv és a vizuális emlékezet is. Ez a vizuális emlékezetet azt jelenti, hogy az emberi látás az egy tanult folyamat, ami azt jelenti, hogy el kell tárolnunk bizonyos információkat, meg kell ismernünk a környezetet, és majd utána fogunk tudni mindenről megfelelő képet alkotni. A két szem kissé eltérő képet alkot a tájról, mert ugye a szemöreg egymástól bizonyos távolságba található, és ezért nem ugyanaz alatt a szög alatt látja a két szem az adott tárgyat. És ebből a két képből az agykéreg látóközpontja állítja elő a térhatású és egyenes állású képet, amint azt már az előbb elmondtam. Az, hogy a kép térhatású, és nem csak síkbeli kép keletkezik, hanem térérzetünk is van, annak kialakulásában szerepe van a szemgolyók kismértékű rezgő mozgásának, amely ugye
azért válik lehetővé, mert a szemgolyók felfüggesztése az izmok révén nagyon rugalmas. A retinán fényérzékelő receptorok vannak, a pálcikák számuk körülbelül 120 millió, és a színérzékelésért felelős csapocskák számuk körülbelül 6 millió. Tehát kétfajta érzékelő receptor létezik. Az ingerület továbbítása az agyba impulzus kód modulációval történik, de csak körülbelül 1 millió idegszál ingerülete érkezik be a látókéregbe. A retina, tehát előfeldolgozást is végez, már ott megkezdődik a képnek a kialakítása. Hogyan látunk színeket? A receptorok érzékenysége nem csak a fényerősségtől, hanem a hullámhoztól is függ, hogy milyen hullámhossza van az adott fénynek. Ezt nevezzük színérzetnek. A színeket érzékelő receptorok, a csapocskák három csoportba sorolhatók érzékenységük szerint. A P-típusú, amely a vörös fényre érzékeny, 580 nanométer hullámhosszúságú, T-típusú zöldre, 540 nanométer hullámhosszúságú, és a T-típusú kék fényre érzékeny, 440 nanométer hosszúságú fényre. És a receptorok, még egy újabb érdekesség, a receptorok érzékelése és a sugárzás erőssége közt is ugye összefüggés van, de ez az összefüggés nem lineális, hanem logaritmikus, így látásunk igen nagy dinamikájú, tehát ez azt jelenti, hogy nagyon sötétből, nagyon erős világos fénybe is képesek vagyunk érzékelni, tehát a csillagfényes éjszakától a tűző napfényig látunk, és ez egy nagyon széles tartomány. Folytassuk az emberi szem működésének, felépítésének a megismerésével. Nézzük a szem felépítését. A szemlencse. A szemlencse izmokkal változtatható fókusztávolságú, kétszeresen domború lencse, mely a pupillán, ami fényrekesznek tekinthető gyakorlatilag, keresztül belépő fényből, tehát az innen belépő fényből állítja elő a fordított állású valódi képet a retinán, a retina felületén. A szemlencse és a retina között az üvegtest található, amely kitölti ezt a területet. Még a szemlencséről annyit, hogy nagyon nagy változásra képes, és automatikusan fókuszál, és mindig igyekszik éles képet alkotni. A retina felületén található a vakfolt, hogyha ide vetődne a szemlencséről a fordított állású kép, akkor nem lát semmit az illető. Ezt gyógyítani kell, ha valakinek ilyen betegsége van. Egyébként ugye itt kapjuk helyesen a valódi képet. A látóideg továbbítja a valódi fordított állású képet az agyba, amely majd megfordítja ezt a képet. Tehát a valóságban fordított állású kép keletkezik a szemben, és azt majd az agy fogja megfordítani. Erre léteznek, vagy léteztek ismert, jó ismert kísérletek, amelyel vállalkozó szellemű személyek látását megfordították, és aztán utána két hét múlva kicserélve rajtuk a szemüveget, újra visszaállította az agya az egyenes állású képet, miután levették róluk.
Gondolom vannak néhányan, akik ismerik ezt a történetet. A látás jellemzői. A képérzet kialakulásában a szemen kívül, ingerület közvetítő idegpályákon kívül szerepet kap a többi érzékszerv és a vizuális emlékezet is. Ez a vizuális emlékezetet azt jelenti, hogy az emberi látás az egy tanult folyamat, ami azt jelenti, hogy el kell tárolnunk bizonyos információkat, meg kell ismernünk a környezetet, és majd utána fogunk tudni mindenről megfelelő képet alkotni. A két szem kissé eltérő képet alkot a tájról, mert ugye a szemüreg egymástól bizonyos távolságba található, és ezért nem ugyanaz alatt a szög alatt látja a két szem az adott tárgyat. És ebből a két képből az agykéreg látóközpontja állítja elő a térhatású és egyenes állású képet, amint azt már az előbb elmondtam. Az, hogy a kép térhatású, és nem csak síkbeli kép keletkezik, hanem térérzetünk is van, annak kialakulásában szerepe van a szemgolyók kismértékű rezgő mozgásának, amely ugye azért válik lehetővé, mert a szemgolyók felfüggesztése az izmok révén nagyon rugalmas. A retinán fényérzékelő receptorok vannak. A pálcikák számuk körülbelül 120 millió, és a színérzékelésért felelős csapocskák számuk körülbelül 6 millió. Tehát kétfajta érzékelő receptor létezik. Az ingerület továbbítása az agyba impulzus kód modulációval történik, de csak körülbelül 1 millió idegszál ingerülete érkezik be a látókéregbe. A retina, tehát előfeldolgozást is végez, már ott megkezdődik a képnek a kialakítása. Hogyan látunk színeket? A receptorok érzékenysége nem csak a fényerősségtől, hanem a hullámhoztól is függ, hogy milyen hullámhossza van az adott fénynek. Ezt nevezzük színérzetnek. A színeket érzékelő receptorok, a csapocskák három csoportba sorolhatók érzékenységük szerint. A P-típusú, amely a vörös fényre érzékeny, 580 nanométer hullámhosszúságú, T-típusú zöldre, 540 nanométer hullámhosszúságú, és a T-típusú kék fényre érzékeny, 440 nanométer hosszúságú fényre. És a receptorok, még egy újabb érdekesség, a receptorok érzékelése és a sugárzás erőssége közt is ugye összefüggés van, de ez az összefüggés nem lineális, hanem logaritmikus, így látásunk igen nagy dinamikájú, tehát ez azt jelenti, hogy nagyon sötétből, nagyon erős világos fénybe is képesek vagyunk érzékelni, tehát a csillagfényes éjszakától a tűző napfényig látunk, és ez egy nagyon széles tartomány. Folytassuk az emberi szem működésének, felépítésének a megismerésével. Nézzük a szem felépítését. A szemlencse. A szemlencse izmokkal változtatható fókusztávolságú, kétszeresen domború lencse, mely a pupillán, ami fényregesznek tekinthető gyakorlatilag, keresztül belépő fény.